A barackot megmosták, kimagozták, felezték, majd darálták, így vágtak neki a csapatok a közösségi befőzésnek. A programot a helyi székelykör tagjai szervezik, vendégek pedig nem csak a környező falvakból, de a vármegyei és további városokból is minden esztendőben szép számmal érkeznek. Tavaly elsők voltunk, reméljük, hogy ezt meg tudjuk őrizni, ezt a helyezést ebbe az évbe is, de nem nyerni jöttünk, hanem csak a részvételért és a barátságért. A hagyományos, abban nincsen semmi, csak cukor. Tehát régen nem tettek bele azért ilyen modern dolgokat, hogy zselésítő, de mivel itt ugye gyorsan kell főzni, nincs annyi idő, mint régen, mert régen azért az üstbe jó sokáig kavarták, amíg tényleg be nem sűrűsödött és lekvár nem lett. Itt most egy kicsit rá kell segíteni a modernebb dolgokkal is. Nyilván az alap dolog, az alapkoncepció az a régi elveken nyugszik, de hát azért most nem minden olyan, mint régen. Ahonnan származnak az őseink, tehát Bukovinába, ott olyan igazából sok barack biztos nem volt, de hát lekvárt azért főztek, főleg szilvából, de, és köcsögökbe rakták el, tehát nem üvegekbe, mint ahogy most rakjuk, de barack az nem hiszem, hogy túl sok lehetett, úgyhogy gondolom, hogy csak a szilva lekvárt főzés volt az eredeti. De megpróbálunk azért a jelenlegi körülményekhez alkalmazkodni. Hagyományost akarunk csinálni. Most összevacskoljuk cukorra, fölteszünk, de az üst ki van ecettelkembe, az a lényege. És akkor egy jó másfél óráig főzzük. Teszünk egy kis citromsavat, hogy az ízeket összekapja. Igazándiból itt ugye, hogy hagyományosan próbáljuk elkészíteni, tehát hogy cukorral, nem tartósítószerrel, és akkor ezért ragaszkodunk a hagyományokhoz igazándiból. Tehát, hogy a cukor a lelke mindennek, hogy nem szükölködünk vele, hanem legyen benne bőven, és akkor az már tartósít is. Ez nagyon fontos, hogy finom érett barack legyen, ne zöld, de ez megfelelő, úgyhogy biztosan jó fog elkészülni. Már leteszteltük, megkóstoltuk, finom is. Tevelen ezúttal 7. alkalommal szervezték meg a lekvár főzőversenyt. A cél a hagyományőrzés és a receptek megőrzése mellett a közösségépítés volt, ezt mondta a program főszervezője. Alapjávéve nem is a verseny itt a lényeg, hanem az, hogy a csoportokat közelebb hozza egymáshoz, és a csoportot talán már ismerik is egymást, inkább a csoportban lévő személyes kapcsolatok erősödjenek, és tovább bővüljenek. A másik ilyen dolog természetesen a meglévő receptek ápolása, megélése, mert ugye öreg anyáink, nagymamáink receptjei alapján készülnek, itt minden lekvár más ízű, hiába egy is ugyanaz az alapanyag, mindenki a saját szájíze és a saját receptje alapján készíti, úgyhogy minden lekvár más. A zsűrinek megvan a maga feladata, a maga dolga, mert szoktam mondani, itt még gyenge vagy rossz lekvár nem készült, jó és jobb lekvár készült. A zsűri mindig nehezen tudta megoldani, vagy megválaszolni, hogy melyik a legjobb lekvár, melyik készült el legfinomabban. Csapatok nagy örömünkre nem változnak, és azt érezzük, hogy örömmel térnek vissza, tehát itten akár a Vaskút, Dombóvár, Nagymányok. Sajnos az idén egy szervezés hiba miatt a kis dolog kiesett, mert ma ők egy más rendezvényen, de szintén részt vesznek, úgyhogy egy kicsit fájó szíve vettük tudomást, hogy éppen ma nincsenek itt köztünk, de jövőre nem ússzák meg. Jövőre is az éves tervünkben benne lesz, és szeretnénk megtartani ezt a rendezvényt. Ugye azért ezt pontosan tudjuk, hogy maga a székelykör lévén, ugye ez nem egy ősi székely hagyomány a lekvárfőzés, tehát az itt élőktől vettük át, főleg a német fáv lakosságtól, ők ebbe a profik, de mivel ugye egy nemes és nagyon finom étek lesz belőle, ezért mi is csináljuk. De önmagában mondom, mindig közösség építő program, és egy jó buli szempontjából minden évben megtartjuk. A késő estében nyúló rendezvényt a résztvevők közös vacsorával zárták.